Itt vagyunk a Salgótarján, Városi Polgárőr Egyesület irodája előtt, ahol egy gépjármű átadásnak lehetünk tanúi. Az új autót a Nógrád megyei Polgárőr Szövetség szervezete adományozta a Városi Polgárőr csapatának. Többek között erről is megkérdezzük az Egyesület elnökét, Nyerges Józsefet. Mit tudhatunk a Polgárőr Egyesületről? A Polgárőr Egyesület 2001-ben alakult Salgótarjánban. Volt 8 egyesületünk, de sajnos ugye elég nagy gondok voltak, ezért egy polgárőr egyesületté alakultunk 2019-ben. A polgárőrség feladata a város jó közbiztonságának fenntartása, a bűnelkövetési alkalmak csökkentése, megelőzése és a rendőrséggel, önkormányzattal való együttműködés. Milyen alkalomból kapták az autót? A polgárőr egyesületnek jelenleg 2 autója van. Azért kaptuk a második autót, hogy jobban el tudjuk látni a szolgálati feladatokat. Hogyan járulnak hozzá a városunk biztonságához a polgárőrök? Szolgálat szervezéssel, gépkocsival, gyalogosan, rendőrség nagy támogatásával, polgármesteri hivataltól kapunk támogatást. Salgótarján megyejugú város önkormányzatának köszönhetően az Egyesület a szolgálati autó mellett egy új irodát is kapott. Nagy öröm számunkra, hogy végre a Városi Polgárőr Egyesület egy méltó helyen kaphat működéséhez teret, hiszen itt Salgótarján szívében, központjában egy irodát kaptak tőlünk, kaptak a várostól, melyet külön szeretném megköszönni a Salgó vagyon támogatását, illetve a Remek Kft. Támogatását. Én úgy gondolom, hogy mind az iroda, mint a kapott gépjármű nagyban hazajárul a elvégzendő munka minőségéhez, és logisztika szempontjából is nagyban megkönnyíti a dolgukat, tekintettel arra, hogy mivel központi helyen vagyunk, itt szinte mindenki számára sok könnyebben elérhető.